módon ad új nekem pont egy jel. Gyerünk fel és még fel, hajam száll a széllel. Sziasztok! Úgy érzem, kezdünk egy másodjára menni. Oké, itt vagyok. Igen, látom, hogy itt vagy. Érzem, hogy itt vagy. Minden pillanatban itt vagy. Teret kérek! Térre van szükségem! Meg kell állapítanom, hogy ez a folyamatos együttlét, ez néha nehéz. Mostantól kezdve bevezetjük. Nem már, elég! Agyamra mész, tényleg. Mostantól kezdve tehát bevezetjük a külön... A külön időt. Én időt akarok. Nina kiült az erkélyre. Egy kis külön, külön létre. Hello! Hello! Jól vagyok, és Roszkó hogy van? Azt szeretném elmondani, hogy a technika vívmányai segítségével nagyszerűen tudunk kommunikálni a külvilággal, még akkor is, hogyha személyesen nem találkozunk a barátainkkal, akikkel szeretnénk. Te mit teszel? Jó, Nina ide hozta a chipset. Aha. Tessiből is egy videót. Tessiből egy videót. Valami. Ugye azt két naponta kétszer meg kell csinálni. De ki csinált a videót? A tesi tanár? Nem ő csinálta, hanem átküldött egy videót a YouTube-ról. Ja. Aha, értem. És minden egyes döntésnél a füleddel közeledj a válcsúcshoz, és amit enged, a test annyit. Most volt egy videócsetem az összes angol csoporttársammal és az angol tanárommal. És mi, és hol? Messengeren, vagy hol? Skype-on. Ja. És itt hangolul a konyhában. Én arra jöttem rá, hogy ezt úgy kell csinálni, mint a valós életben, hogy amikor a gyerek tanul, akkor mi dolgozunk, és így meg lehet fogni az időt, ami nem elég itthon. Sajnos. Rohanok, kapkodok folyamatosan. Nincsen. Na, tessék, akkor adok egy kokárdát. Jó. Szívesen. Köszi. Szívesen. Ez nagyon jó. És mit főzöl amúgy ma? Borsólevest és répatortát. Nekem gépen van ilyen videóm. Ja, most. Én is most a gépet nézem. Mára már kialakult, hogy a Google Classroom, vagyis a Google tanteremben az összes tantár bent van, és így Nina automatikusan tudja ellenőrizni, csekkolni, hogy miből van új anyag, miket kell csinálni. Ez mi? A történelem. A fecskék. Ez mi? A fecske, mert a szalma. Hol volt, hol nem, messze-messze, volt egy villásfarkú fecske. Na. Történelem. Középkor az uradalom. Érdekesség, hogy olyan tantárgyakból is kapunk házi feladatot, amikből eddig még soha. Például dráma. Igen. De hegedű leckét így tudunk például venni. Megkapjátok a kottát is. A kottában szépen bele van írva. Nem tudom a fejjel lefelé tartani, hanem közelül. Ugyanúgy, ahogy szokott lenni, bár most éppen fordítva látjátok, a lényeg az, hogy ugyanúgy, ahogy szokott lenni. Úgyhogy ezzel most szerintem, amiket kaptunk, ezzel Nina most el lesz legalább
az elkövetkezendő 8 órában. Mi? Remélem! Gonosz van! Mit tudunk még? A családtagjainkkal, távol lévő családtagjainkkal így tudjuk a kapcsolatot tartani, felhívni mondjuk apát. Ugye? Aha. Én például fel tudom hívni Tibit. Jó, szerintem ennyi mára. Sziasztok! Segítség!